Második nap. Ked. Loki eredménypontok, vagy lep. 50. Mert felajánlottad az új lánynak a széked. Iskola előtt elvittem herokvén kutyáját Fidót sétálni. Igazából egy farkas áruhában. Miközben sétáltunk, összefutottam a legjobb halandó barátommal, Velerivel, akin egy furcsa fekete isak volt. Torres kérdezte, háborúzni fogsz valakivel? ide hívjam Asgard isteni hadseregét? Van olyan idő, amikor fenéke rúgtam volna tort, mert istenekről beszélt halandók előtt. De Valeri már úgy is tudta. Jó, jó, én mondtam el neki, de kizárólag hűsie okokból. Háború, de hogy csak a lovákhoz megyek, még suli előtt. Ekkor kicsit közelebb hajolt. Az istenek sokszor mennek csatázni? Erről majd azért meséljetek még. Vári, rendszolt a tor, a hülyén kinéző mégis helyes homlokát. Nem, már úgyis túl sokat tudsz egy halandóhoz képest. Nem csupán egy átlagos halandó, szóltam közben, hanem Valerie Kerry, Loki legjobb barátja. Még sosem voltam valakinek a legjobb barátja, legalábbis nem olyan olyané, aki beszélt hozzá mások előtt. Egy nagyon kedves Isten vagyok, és igenis beszélek hozzád mások előtt. Ö, köszi. A kutya a járdára üritett, és te jössz a felvevésben, mondta Tor, ezzel elrontva barátságunk egy amúgy tökéletes pillanatát. Valeri ezután elindult a lavasanyja felén, miközben én épp feltakarítottam a kutyakakit az aszfaltról. És csupán egy nagyon-nagyon vékony zacskó volt a kezem és az ürülék között. A halandó élet, szemétség. Az iskolában, Valerivel beszélgettem a szünetben. Reméltem, hogy kielemezhetjük a csodálatosságomat, de a hogy rólam kérdezett, és csüngött volna a szavaimon, egy lányról beszélt, akit aznap reggel ismert meg a tanyán. georgina hívják, és nagyon menő. A a másik osztályban van, szóval nem ismered. Majdnem olyan régóta lovagol, mint én. Nem szereti a Földön kívülieket, ami nem olyan jó, de ettől még nagyon szeretem. Szeret programozni, és nagyon szép, és nagyon jól bánik a lovakkal, és még ugratni is tud velük. És a Tanya vezetője szerint Georgina a legjobb lovas, akit valaha ismert. Valeri ezt olyan gyorsan és olyan kevés levegővel mondta, hogy azt hittem, a végére megfullad. Georgina láthatóan nagyon rossz hatása volt Valerire.